muszáj állandóan császári felségeznie. Nincs itt senki. Ahogy jó vagy, császári felség. Csak néhány szó, pár semmiség. Oly kedves volt, oly bájos szép. A közös tánc, oly különös. Egy ismeretlen ismerős. Olyan volt, mintha ébren álmodnék. Sok tanult bájos pósz között, a szíved ízbe öltözött. Oly nemes volt, oly megnyerő. Ő több lehet, mint szerető. Bár hűvös volt az elején. Azt mondták nála, nincs erény. Mégis egy hang a súgja több elány. Elég volt egy pillantás. Ez az érzés több, mint más. Ez más, nem ócska öncsalás. Egy álom utazás, mint szívem várt. Még nem még állomás. Bennem él, vagy a szívembe majd sziklát gyújt remény. Hogy látom ezt a fényes bált, van óra vált. Érdemes várni, lásd, érzed, hogy mégis más. Ez más, több mint egy forró tánc. Nem tolvaj, kis románc, nagy pillanat, bár lennék még szabad. Más ez nő, mint ami jár, ez élet és halál, egy szélvihar, tambor és feltavar, hogy felfedez, de vagy csodás. Hát éld át és ás, ez most már. Napi kiadás az reménytelen. De ha azonnal nem takarítjuk el a romokat, a holnap utániról is lemondhatunk. Atya, úristen, szeps! Mi ez a felfordulás? Mi történt? Csak a szokásos császári felség, uram. Schönerer lakberendezői még alaposabb munkát végeznek, mint Taffe vérebei. Herman, igen, szerkesztő. Fogjon kocsit, még ma éjjel szerezze be a szükséges alkatrészeket. Igyekezzen, el kell készítenünk egy lapszámot. Vigyék orvoshoz. Mindenkinek köszönöm. Holnap délelőtt 10 órakor szerkesztőségi megbeszélés. Ha ezt a császár meghallja... Mit tesz? Majd megfontolja.
Ön valóban azt hiszi, Taffel nem tudott erről? Hogy érti ezt? A miniszterelnök a császár igényei szerint cselekszik. Schönerer a múltkor egy másik szerkesztőséget veretett szét a nacionalista disznóival, és csak 3 hónapra csukták le. Nincs ebben semmi meglepő. Évszázadok óta gyűlölik a zsidókat errefelé. Most épp úgy beszél, mint az apám meg Taffel gróf. Ez több, mint előítélet, ez már szinte hivatalos. Ez csak rosszra vezetett. Ez nem csupán a birodalom bukását jelentheti, de a 20. század tragédiáját. Itt vannak! Jöjjenek! Nem követték önöket? Nem. Biztos. Egészen biztos. Rudolf trónörökös. István, kedves pesti barátom, de jó, hogy látlak. Andrássy, örülök. És ön? Lónyai Ferenc, császári felség. Örülök. Uraim! Hallgatom önöket. Nagyszerű érzés találkozni önnel, felség. Ismeri az ajánlatunkat. Ez a pusztítás újabb példa rá, hogy mennyire rohad a birodalom. És nem csak a cenzúráról és az antiszemitizmusról van szó. A monarchia beleragadt a középkorba. Közben Európa és az egész világ száguld a 20. század felé. Pontosan ezt írtam a legutóbbi cikkemben. Az elméleti fejtegetések ideje, bocsásson meg, lejárt. Túl vagyunk már ezen, mit érnek a szavak? Fontosabb a küldetésünk annál, hogy csak napról napra szónokoljunk hasztalan, és élvezzük a vitát. Nem segít a beszéd, nincsen erre idő, ne töprengjünk, ez a helyzet megérett a változásra, tettek nélkül nincs esély, ránk figyel a világ. Az alkalmas pillanat csupán egy bátor hőst kíván, hiszen ezt vártuk annyian évek hosszú során. Hogyan gondolják? A kis népeknek önállóságra van szüksége, felség. Szóval önök azt a birodalom a saját súlyától fog összeomlani! Elkerülhetetlen Ausztria és Magyarország szétválasztása. És mi azt szeretnénk, ha ön lenne a magyarok királya. Egy független nemzeté, amely nincs többé alárendelve Ausztriának. Uraim, amit önök javasolnak, az több, mint hazaárulás. Én ezt nem tehetem. Felség, a birodalom halálra van így ítélve. Ezt bizonyítják az ön cikkei. Itt a jövő, a tét, nem más, legyen vezérünk rajta hát. Ahogy elkezdte, úgy tovább, zárjuk le a vitát. Járja végig, uram, fejezze be ügyét, azt, amiről annyi cikket megírt. Az ön bátorsága ma mindennél fontosabb, fejezze be, uram. Menjen, uram, tovább, akkor is, ha nehéz, ne átrájon az ön szíve erős. Vigye itt a perc, hogy megválthassa álmait, útját járja tovább. De én ezt a változást másként képzelem el. Ami erőszak vagy lázadás, engem nem érdekel. Most kell gyorsan lépnünk, mert ha várunk végünk, még új táblat nyílik től 100 év. Itt vérontás nélkül győzhet népünk, végül kell egy hős, egy Habsburg nép. Álljon érre, uram! Ne veszítse hitét! Jöjjön velünk tovább, ahogy eddig is, az apja soha nem hallgatta végig önt. Álljon érre, uram! Velünk jöjjön tovább! Tegye, amit szeret! Álljon érre, uram! Lelket szerint! És a modern világ fejlődése meg nem áll, járja útját tovább. A magyar nép hű nagyon, mindig ön mellett áll. Olyan hatalmas nagy a tét, ezért nincs túl nagy ár. Hogy győzködni meg magát, kell, hogy velünk legyen. Járjon útján tovább, hercegem! Mondja apjának, nem.